Jó napot kívánok, sziasztok! A Dawn of the Jedi képregény sorozat abból a szempontból különleges, hogy kiegészítésként ehhez kapcsolódik egy regény, nevezetesen a távoli csillagok, és nem fordítva. A regény cselekménye a Force Storm első és második száma között játszódik. A Tython bolygón egy tudósokból, filozófusokból és harcosokból álló csoport az erő egyensúlyának fenntartására törekszik. Azonban egy idegen, érkezésével és az erőhöz fűződő kapcsolatával felborítja az egyensúlyt. A galaxis ajtói kitárulnak. Az erővihar három fiatal utazóban és az idegenben összpontosul. A régi köztársaság kora az egyik kedvencem, de ez a köztársaság előtti időszak is nagyon érdekes, számomra minden információ morzsa igazi csemege, pláne ha még rajzok is társulnak hozzá. A képeket többször is megnéztem, részletesek, az arcok és akciójelenetek kidolgozottak. Az első füzetben a leíró részek dominálnak, melyek bemutatják a korszakot, alapismereteket adnak át, hogy a későbbiekben a történetet el tudjuk helyezni és értelmezni. A rakat a végtelen birodalomtól a Knights of the Old Republic videójáték óta eldobom az agyam, annyira rejtélyes és érdekes. A rakat a társadalomban az előjárókat, főnököket Predor címmel illetik. A Predor parancsának teljesítése az alattvaló számára szent dolog. A vízzel borított Tatooine-t leigázó rakata Tulkar nem tűri az ellenszegülést, kémkedést, kemény. Xesh, az erővadász, ironizál, gúnyolódik, nagyképű, harcias, magabiztos, de teljesen váratlanul meginog, fájdalomgyötri, vívódik. Az erővadászok megérzik az olyan bolygókat, ahol hatalmas az erő, de nem mindegyik vadász tudja meghatározni a koordinátákat. Hawk Ryo Jedi a Tython rendszerbe behatoló ismeretlen űrhajó után indul, miközben figyelmezteti Ketu mestert a sötétségre, melyet a jövevén felül érzékelt. A Twi'lek Tasha nem akar apja, a báró örökébe lépni, inkább Jedi lenne akaratos, tisztességes, könyörületes, türelmes, finnyás, érzékeny, empatikus. A Sith fajba tartozó Szeknosz Rasz népszerű a hölgyek körében, vakmerő, büszke, tapasztalt. A Datomiri Sé Koda szereti rankorját, nem elég határozott, habozik, felelősségteljes. Megtudjuk, honnan származnak a Tython bolygó lakói, a Tysanok, és ők miért törekednek az erő egyensúlyának megtartására. Rengeteg dolgot megtudunk az élővilágról, az építészetről, a technológiáról, az időjárásról, melyeket leginkább csak rajzokról lehet megcsodálni, hogy milyen újak, legalábbis számomra, nem konkrét párbeszédből vagy leírásból. Ilyen szép és egyedi erőhasználat megrajzolást még nem láttam eddig. Nagyon tetszik, ahogy a megtépázott ruhadarabokat ábrázolták. A rajzolással és a történettel is nagyon elégedett vagyok. Kíváncsian várom a folytatást. Nektek mi a véleményetek erről a képregényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátás, sziasztok!